Szomszédom Zuglóban sorozatunkban az év rendészét szeretném bemutatni a nézőknek, aki ezt a címet elnyerve, Salga Rolandot szeretném köszönteni itt a stúdiónkban, aki a Bosnyák téren kezdte ezt a pályát, és a 2018-as évben, illetve már tavaly is nagyon felgyorsultak az események. Hogy indult ez a pálya? Jó napot kívánok! Salga Roland, az Zuglói Önkormányzat rendészet szolgálati és hát igazából a Posnyák téren 2015-ben a jégpálya őrzésre jelentkeztem, biztonsági őr, és hát a főnökeim megelőlegezték a bizalmat azzal, hogy elvégezem az iskolát, és én felszereljek az állományba. Hát igen, kitartó és eredményes munkával köszönhetően most itt tartok, ahol tartok. Hát igen, azért közterület felügyelőnek lenni, ez egy nehéz történet, mert sokan haragszanak, mások persze örülnek, hogyha akár az életüket is menti meg, hisz tudom, hogy ön életet is mentett, ugye a, é, igen, a piacon, rá, ugye? A piacon történt. Mi történt ott elmesélni? Hát, 18 januárjában kint fotunk a piacon, ugye ott is teljesítettünk szolgálatot, ugye közrendvédelme érdekében is, és egy úri ember mellettünk egy pár méterrel összeesett, rosszul lett, és hát hogy elkezdett rászkodni, akkor kapcsoltunk, hogy valószínűleg, hogy epilepsziás rohama van, és megpróbáltuk stabil orlafekvésbe helyezni, már amennyire lehet, igazából már azért, akkor az izmok azért megfeszülnek, és láttuk, hogy már kezd lilulni a szája, és rögtönözve a gyorsan a gépjár, szolgálati gépjárműhöz szaladtam, elővettem a jégkaparót, szétfeszítettem a fogsorát és kiúztam a nyelvét, és ezáltal jutott levegőzöm, és addig Jézusom. életben próbáltuk tartani, ameddig a mentők ki nem érkeznek. És a mentők mennyi idő alatt érkeztek hát ki? Hát negyed, szóval. negyed óra körülbelül. Negyed és órát. akkor addig úgy stabilizálták az Igen. állapotát, hogy, hogy már nem is rázkódott, hogy De utána még volt rázkodása, csak igazából itt a, a fő probléma az volt, hogy ugye már illult az nem nem tud levegni, mert nyelve hátra csúszott, és akkor így... Hát az ezért te... ez nagy merészség volt. Vagy nagyon gyorsan kellett, nagyon okosan cselekedni. Hát nem volt rá sok idő, igen, hogy nagyon gondolkozzunk. És egyébként a felkészítés része is a, a hegés, van. életmentő? egész van. Ö, vannak ö, folyamatos képzéseken veszünk részt, ö, ö, oktatáson is például, önvédelem, tonfa használat, szóval azért a főnökség azért nagyon odafigyelhető. Erre, hogy, hogy bármilyen körülmények között ö, ö, hely tudjunk állni. Hát igen, mert azért nagyon sok egyéb adódhat, és azon kívül, ugye, hogy azért vannak a büntetések, meg a parkolás. Ez is a A parkolásnak egy része de. nem a parko... Rá, szóval nem igen. a parkoló övezetekben, de igen a parkolásnak a szabálysértésekkel is foglalkozunk ugye ez is hozzánk tartozik, amúgy a közrendvédelem, szóval ebben is azért jeleskedünk, szoros együttműködésünk van a zúlói polgárőrséggel, valamint a rendőrséggel is, velük is együtt el szoktunk látni szolgáltakat, és volt már rá példa, hogy fogtunk köröző bűnözőket is. Ez az egyes villamos történet lehetett? Vagy Á, nem? Igen, volt egy egyes Na, villamos az, történet. Hogy amikor is volt? Egy teljesítettünk szolgálatot, vagy teljesítettem szolgálatot, és a rádióforgalmazásban hallották, hogy a Kacsopongrác úton egy vagy két fő késsel fenyegetőzött, meg bántalmaztak egy embert a villamoson, és a városliget felé menekültek beültünk az autó, belindultunk arra, és személy leírás alapján meg is fogtuk őket, előállítottuk a kerületi kapitányságon. A büntetésüket azt nem tudom, mi lett a vége, az, arról nem mm. informálódtam. És az hogy mi volt az incidens, meg hogy akkor a villamoson ott lezáródott a történet? Hát mivel menekültek, igen, így, így, igen, ug, igen, effektív, Tehát ott nem... történt nagyobb baj. Hát szurkálás ott nem történt, de a kés volt nálunk, amivel fenyegetőztek, szóval akkor rögtön mi is őket, a rendőrkollegát, és akkor bekísértük őket a kapitányságra. De ezen kívül még nagyon sok ilyen eset, például a Tatai úti is, ami 5. hónap halandikán volt. Ott is kint voltunk, segítettünk a, a helyszín biztosításában, kiürítésben. Ez mikor volt? 5. hónap, mm -hmm. magas, amikor Május a szeméttelep mm -hmm. kigyulladt. Ó, igen. Na, annál mm -hmm. is részt vettünk. Mm -hmm. Igen. At akkor minden nap adódik, vagy ez hogy van ez az ügyelet? Ez, ez, e, a, csörög fe... a telefon, vagy, vagy, vagy <laughs> a folyamatos, rádió? Folyamatos szolgálatban vagyunk, 24 ben el lehet minket érni, éjszaka is vannak kollégák, mindig átfedéssel dolgozunk, hogy bármi van, mert ugye nagyon sok előriasztásra is kimegyünk, amiben van kötve az EKMP-hez. Uh -huh. Ugye az ULI Közbiztonsági Nonprofit kft ez ugye velük is szerződésben együttműködéssel dolgozunk, betörési kijárunk, kiárunk, valamint idősebbek, akik nem tudják magukat ellátni otthon, és valami baj van velük, akkor... Ők hogy jelzik önöknek? Van egy karperecük, ami be van kötve a központunkba, megnyomják a, a, a gombot, és akkor ezáltal egy kiangosított telefonon el tudják mondani, mi a problémájuk, és akkor fölvesszük az ápolóhölgyeket, és kimegyünk a helyszínre. Uh -huh. Ápoló hölgyekkel igen igen, 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 mert igen. azért itt már időseknél ad a gyógyszer vagy nem tudom. Így még van, hát, vagy rosszul léte keresnek, bevelik a fejüket, eltörik a lábukat otthon, szóval nagyon sok ilyen e, sajnálatos módon ilyen esemény szokott történni. Hát a rendészet akkor gyakorlatilag együtt működik az egészségügyi szolg a mentőszolgálattal is. Ahogy Há, egészségügyi szolgálat, Jó, ugye, igen, de volt igen. már a példa, hogy igen, mentőt is kellett hívnunk. Szóval... Hát akkor ahhoz képest, hogy a Bosnyák térről, ugye a Korcsolya pálya mellől indult ez a pálya, azért, nagy, azért ott nem voltak ilyen történetek, ugye? Nem, nem, ott azért nem ott volt még ]ek. baleset sem volt, ugye? Ritka, nagyon ritka volt, igen. És mi az, ami igazán nagy kihívás? Szóval éreztem már azt, hogy na ez az a helyzet, amikor minden nap más. Mindig, mindig új események történnek ö, velünk, kollégáimmal is. Mindig vannak olyan események, amikben nem is gondolunk bele, hogy ez, ez, ez akár velünk is megtörténhet. Szóval ö, ö, volt Milyen, már hogy? garázdaságnál elfogásunk kollégáimnál, betörőt fogtak bent a rendőrrel a, 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 a lakásban, ugye egy betörésjelzésnél. Szóval erre igazából nem lehet így felkészülni. Ezt lélekben el kell dönteni, hogyha valaki ezt a szakmát ö, hivatást csinálja, akkor akkor vagy teljes bedobással csinálja, vagy 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 akkor akkor így, így nincs értelme. És hál' Istennek a, a vezetőség is, és a kollégáim is úgy látják, hogy akik ott dolgoznak, hogy, hogy ő, teljes mértékben le tudják látni ezt a szolgálatot. Tulajdonképpen szóval, nagyon fontos itt a csapatmunka is, nem? Igen, egymásra vagyunk utalva, és egymást tudunk, tudunk, tudunk segítséget kérni és nyújtani. Tehát ez a 24 órás, ez nem tudom milyen időszakonként dolgoznak. Ugye? Általában 12 órában 12 dolgozunk. Órás. Ö, nem mondom, eltolt műszakokban uh -huh. van ez a, ez a, ez a szolgálat. Ö, még volt a valami, a parkban is, ugye? A zsivora parkban a is. A zsivora volt. parkban ott, is ott volt. A speciál késelés is történt, Hi. igen. Tészak a polgárőrséggel teljesítettünk egy szolgálatot, forgalmazáson hallottuk, hogy ö, egy embert megszúrtak, ö, gyorsan a helyszínen siettünk, és hát megtaláltuk az elkövetőket is. Ö, Ugye föltartóztattuk őket, és a készített rendőrség megérkezéséig akkor a helyszínen átvette a rendőrség uh -huh. a, az intézkedés, és az úriembert előállították. És akkor ilyenkor a helyszín azért kiderül, hogy mi az oka ezeknek a... Általában ki szokott derülni, hogy. Most ő itt kiderült egy kiderült valami? ilyen szerelem uh. volt. És én lakásban kezdődött, ablakitörés, uh -huh. betörés, és akkor uh. utána. És a, a szomszédok azt tet... jelezték, vagy nem? nem. A hölgy hívta föl a, ja, a, a rendőrséget, uh -huh. és akkor föl de mond, tudta, hívni föl akkor tudta akkor igen, mert szerint. a két fél, vagy két férfi egymással küzdött, és közben előkerült a késés, és akkor egyik, uh. egyik uh, fogalmazunk úgy hogy sírtett, tett meg is szúrta a uh -huh. támadója, uh -huh. de messzire nem tudok menekülni, mert gyorsak voltunk. <gül> 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 és utóéletük, hogy mennyire tudják követni? Nem, hogy nem, szok, nem. szoktuk. Nem, Ez hát rendőrségre nyilván, tartozik igazából. Egyrészt igen. Másrészt meg jönnek nap, nap az újabb kihívások. Így van, minden nap újabb kihívás, igen. Salga Roland, az év évrendészének nagyon köszönjük, hogy eljött a stúdióba, és gratulálunk a kitüntetéshez, további jó munkát Köszönöm szépen, hogy láttam. Köszönöm.